Jelképes kerítésbontással emlékeztek meg arról a hosszú éves tárgyalás sorozatról, ami a Tükörhegy negyedik üteméről szólt. Hosszú éveken keresztül volt vita a környéke lakók és a beruházók között, hogy több mint 1000 lakás jöjjön létre, avagy kevesebb. Most nem olyan rég az új település szerkezeti terv megszületésével létrejött a kompromisszum, miszerint 360 lakás épül a Tükörhegy negyedik ütemében. Ez lényegesen kevesebb beköltözőt jelent majd. A lebontott kerítés darabokat a törökbálinti állatmenhelynek ajánlják föl, ők ezt tetőépítésre fogják felhasználni. Volt annak idén egy szerencsétlen döntése az akkori önkormányzatnak 2001-ben és 2005-ben, miszerint ezt a területet városközpont. Az nem volt szerencsétlen, hogy városközpont vegyesbe sorolta, az volt szerencsétlen, hogy nem határozta meg, hogy mennyi lakás épülhet. A tulajdonos teljesen érthető módon a területre 1040 darab lakást tervezett, hiszen gazdasági szempontból neki az érte meg a legjobban. Mikor ez felszínre került, 2010 augusztusában, akkor volt egy nagyon komoly civil megmozdulás itt a Tükörhegyen. Egyébként ehhez nem csak tükörhegyiek, hanem a régi törökbálinti lakók is csatlakoztak, hiszen ez, ha ennyi lakás épül, az érinti Törökbálint egészét, mert a intézményrendszerrel ezt nyilván nem lehet követni, és az újabb terheket jelentett volna a város részére. Tehát volt egy nagyon komoly civil megmozdulás, ebben igen nagy szerepet vállaltak a tükörhegyi civilek, köztük a Tükörhegyi Közéleti Egyesület is, és elindult egy olyan folyamat, aminek az lett a vége aztán most a település szerkezeti tervnél, terv elfogadásánál, hogy sikerült elindítani menet közben egy tárgyalássorozatot a tulajdonosokkal. Jelzem, hogy itt már per környékén voltunk a Sikumbinuival, hiszen ők értékcsökkenés miatt az önkormányzat ellen pert indítottak, de sikerült megegyeznünk, így a tulajdonosok a pertől eltekintettek, és egy olyan kompromisszumos megoldás is született, hogy ezen a területen 350 darab lakás épület. Az egyik területen már tavasszal szeretnének építkezni, és már talán a tél folyamán építési engedélyet fognak folyamodni az illetékes hatósághoz. Ezt a település növekedést elbírja a Törökbálint, hogy 350 lakás jön létre itt pár éven belül, és azért nagyjából az 1000 lakót jelent. Igen, ezt a növekedést még Törökbálint elbírja, mert most már látjuk, hogy csökkent Törökbálinton a gyereklétszám, tehát nincs akkora boom, mint ami volt évekkel ezelőtt, amit az elmúlt 15 évre visszatekintve tapasztalhattunk. Csökken a gyereklétszám, és ha ide betelepülnek, de hát ezt gondolom, ez nem egy egyszerre fog megtörténni. Ezt a jó terhet, hogy gyerekek jönnek Törökbálintra, ezt a jó terhet, ezt el fogjuk tudni viselni, igen. Mi a véleményük a tükörhegyi lakosoknak? Elégedettek-e azzal az eredménnyel, amit a település szerkezeti tervvel sikerült elérni? Miután a település szerkezeti tervet elfogadtuk, minden egyes tükörhegyi lakóhoz eljuttattunk egy szórólapot, amelyben mint polgármester tájékoztattam őket arról, hogy a tárgyalások hova vezettek, milyen eredmény született, és azt a visszajelzést kaptuk, hogy ezzel a kvázi kompromisszumos megoldással igen elégedettek. Hogyan nézett ki az az elmúlt pár hónap, az a tárgyalássorozat, amit az önkormányzat kezdeményezett annó? Hogyan jutottunk el ideig, hogy már arról beszélünk, hogy 350 lakásos sorház jön ide létre, nem pedig egy 1020-valány lakásos társasháztömeg? Ugye ez az egész történet 2007-ben kezdődött. Amikor a cégcsoport úgy döntött, hogy ezt a területet megveszi, akkor egy sokkal nagyobb tervekkel jöttünk ide. Viszont a Sikun & Binui cégcsoportnak nagyon fontos a társadalmi felelősségvállalás, fenntartható növekedés, és ennek a elvnek a cégen belüli kiteljesedése miatt és érzékelvitte a helyi civilek ellenállását, és egyre jobban megértve, hogy ez a Tükörhegy 4 miről szól, végül is megértettük azt, hogy azok az eredeti tervek azok egyszerűen nem működnek, azok számunkra is vállalhatatlanná váltak. Ezért kezdtünk egy elég hosszú beszélgetést az önkormányzattal, a civilekkel, hogy mit lehetne csinálni. És hát örömünkre szolgál, hogy nagyon hosszú folyamat végén sikerült megállapodni egy olyan projektben, ami mind méretében, mind beépítésében, mind stílusában azért illeszkedik ahhoz a meglévő Tükörhegyhez, amit ugye ismerünk mindannyian. És hát nagyon bízunk, hogy az egész Tükörhegynek a jövője és akár a múltja is lezárásra került. És mostantól alkotni tudunk, és nem egymással harcolni, vitatkozni, és ennek mi nagyon-nagyon örülünk.
Jövő tavasszal kezdődik meg az építkezés. Mit álmodtak ide a közel 1200 négyzetméteres területre? Hány ütemben fog megvalósulni az építkezés? És tulajdonképpen létrejön egy plusz település rész itt Tükörhegyen belül? Azt mondom, hogy plusz település rész már nem, ugyanis maga a Tükörhegy 4 már létrejött, és ahhoz szervesen csatlakozva. Összesen a két területen, ez egy két telektestből áll az egész terület, ez kb. 10 hektár területről beszélünk. Ezen összesen 350 sorházi, tehát maximum kétszintes épületekben, 5-6 lakásos épületekben fog megépülni az a 350 lakás, illetve ott elől a körforgalomhoz közel 5000 négyzetméteren egy kimondottan a tükörhegyiek igényeinek megfelelő egy ilyen szolgáltató központ, ahol esetleg egy élelmiszerbolt, bank, ilyesmi fodrászat, tehát egy ilyen kis szolgáltató kereskedelmi funkció kerül majd kialakításra. Ugye most állunk az első ütem mellett, amit jövő tavasszal, nyáron szeretnénk megindítani. Az az első 33 lakás lesz tulajdonképpen. Egy ütemnek a kivitelezési ideje körülbelül egy év. És ahogy a piaci igények diktálják, tervénk szerint egy olyan 50-100 lakásonként ugye szépen haladgatunk egész addig, még az egész terület be nem épül, illetve mellette, amikor a piac már megérett arra, akkor az a szolgáltató központ is megépülne. Várhatóan kik fognak ide költözni, kik a potenciális vásárlók? Hogy képzeljük el, családos emberek, pályakezdők? Kisgyerekes, családos emberekre számítunk, akik főleg és igazodva tulajdonképpen Tükörhegynek az eddigi történetéhez Budapestről kiköltöző, akik azért szeretnének Budapesthez közel maradni, esetleg ugye Budapestnek ezen a részén dolgoznak, tehát nem akarnak kiebb menni, viszont élvezni szeretnék a zöldet, nem azt a sűrű beépítettséget, szeretnének egy kis zöldet maguknak, egy magasabb életminőséget szeretnének maguknak biztosítani.